Köszöntöm kedves nézőinket itt a köztérben. A nyári szünet utolsó hétvégéje előtt a tanévkezdéssel fogunk foglalkozni, ha tehetik, tartsanak velünk. Most még nagy a felfordulás a Szivárvány óvoda Püspökkertvárosi tagóvodájában. A városgondnokság munkatársai radiátorokat és gázbojlert cseréltek az épületben, de a beázási probléma is megoldódik a napokban. Összesen 35 millió forintot költ a város erre a beruházásra. Július 23-án zárt az óvoda, 5 hétre szerencsére, így aztán a munkálatok tervezése és szervezése is egy kicsit egyszerűbbé vált. Akkor még a szerződéskötés történt, és egy hét múlva azonban elkezdődtek a munkálatok. Először a városgondnokság által a radiátorok és a bojler cseréje történt meg, ez mintegy 11 milliós összegben valósult meg. Most már az utómunkálatok folynak szerencsére, hiszen közben a tető felújítása is elkezdődött, ami egy 24 milliós felújítás, és azért volt rá szükség, mert hogy beázott a tetőnk, és így igazából megszépül ez a Püspökkertvárosi tagóvodánk is. Ahogy a radiátor cserék megtörténtek, ez egy hatalmas szétszedéses munkával járt, és most már az összerakás következik, ami azt jelenti, hogy mind a műpadlót, mind pedig a festésmázolást az adott területeken elvégzik, utána pedig a dajkanénik takarítanak, hiszen elengedhetetlen a nyári időszakban egy alapos nagy takarítás azért, hogy az új nevelési évet már tiszta, szép épülettel kezdhessük. Milyen logisztikával járt ez az egész felújítás? Ugye itt azért közben meg kellett várni, hogy zárjon az óvoda, jövő héten nyit, hogy fog történni addig a munka, és utána a jövőben hogy fog folytatódni? Ennek a szervezése igazából már az év elején elkezdődik, tehát február 15-éig értesítjük a szülőket arról, hogy mikor történik az óvodai zárvatartás. Ennek megfelelően a szülők tervezhetik a nyári szabadságot, aztán pedig májusig sajnos van egy nagyon kellemetlen feladat, az, hogy az egész nyarat valahogy be kell osztaniuk, és meg kell tudni körülbelül legalább mondani, hogy mikor kérik az óvodai elhelyezést, vagy mikor nem, hiszen ehhez tudom tervezni a felnőtteket, az óvodapedagógusokat, a dajkákat, és természetesen a munkálatokat is. Ez az 5 hét azért most nagyon sokat segített rajtunk, hiszen így akkor teljes biztonsággal, gyerekek nélkül lehetett ezeket a munkálatokat végezni. És hát augusztus 27-ére nagyjából el is kell végezni, illetve amik még maradnak, azt pedig a gyerekek biztonságának figyelembe vételével lehet elvégezni. A teljes összege az 35 millió körülbelül. A városgondnokság végezte a fűtéskorszerűsítést, és az izokonstrukt pedig végzi most és jelen pillanatban a tető felújítását. Hát a 35 millió egy óvoda életében, ilyen kicsi óvoda életében az egész jelentős összeg. 2011-ben vettem át az óvoda vezetését, hiszen akkor vonták össze a Szivárvány óvodával, és a Szivárvány óvoda ugyan 50 éves volt 2012-ben, de sajnos ennek a tagóvodának az évfordulóját még nem tudtuk megünnepelni, mert bárhogy is tekintünk a régi könyvekre, nem találunk egy pontos időpontot. A fejlődése viszont töretlen, hiszen Székesfehérvár legszebb pontján épült ez az óvoda, épült ugye a püspökségnek, de most pedig óvodaként nagyon régóta működik, nagyon kedvelt, igaz, hogy pici intézmény, hiszen mindössze 3 csoportból áll, és mind a fenntartó önkormányzat, mind pedig az itt dolgozó óvodapedagógusok és a szülők is nagyon sokat tesznek azért, hogy fejlődjön. Alapítványunk van, ami hát igen jelentős összeggel támogatja mind a belső szép bútor készítéseket, mind pedig az udvar felújítását, és ne feledkezzünk meg a szülőkről sem, akik igen sok jelentős munkát végeznek azért, hogy itt a gyerekek évről évre nagyon kellemes környezetbe tölthessék a mindennapjaikat. Ez egy összevont óvoda, és ez a tagóvoda, de a Székhely intézményben is jelentős munkálatok folynak azért is, mert Zombori utcát is felújítják, és így az óvodában a csapadékvízelvezetés is megvalósul, a Szivárvány óvoda Székhelyen is, úgyhogy mindkét helyen éppen elég nagy tervező és szervező munkát kellett a nyáron véghez vinni, és köszönöm szépen mind a szülőknek, hogy segítették ezt a munkát, mind pedig a kollégáimnak,
hogy helyt állnak és kitartanak itt a nagy munkák kellős közepén is. Ez eligazi futáblák azért nagyon jó, mert látszik rögtön azt, egyrészt, hogy 8 csoport lesz, másrészt az, hogy kinek merre kell menni. De a Rákóczi utcai óvoda is új köntöst öltött. Itt a szakemberek kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, a tetőt, a pinceszintet, felújították az elektromos fűtésrendszert, kicserélték a burkolatokat, valamint akadálymentes vizes blokkot alakítottak ki, de új lift is épült az óvodában. Emellett ugyancsak akadálymentesítették a gyalogos bejáratokat, valamint a gyerekeket új játékok is várják az intézmény udvarán. A 210 férőhelyes óvoda mintegy 400 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg. Horváth Miklósné, a terület önkormányzati képviselője, igazi sikertörténetnek nevezte a rekonstrukciót. Minden szempontból megvalósították azt, amit a kiírásban műszaki feltételeket előírtak. Mert itt megtörtént az egész homlokzatnak a újjáépítése, cseréje, szigetelése, nyílászáróknak a cseréje, a teljes fűtésrendszernek a felújítása, tulajdonképpen a villamosenergia, villamosvezetékeknek a felújítása. Az önkormányzat jól írta ki a pályázatot, nagyon jól választotta ki azt, aki kivitelezte, de azért szót kell emelni arról is, vagy szót kell ejteni arról is, hogy ez valóban ahhoz, hogy idáig eljutottunk, az előző óvodaigazgatónak nagyon nagy szerepe van, a Csík Gabinak nagyon nagy szerepe velem, én rendkívül tisztelem a munkáját, mert ő volt az, aki elkezdte ezt az egész bióvodát, és aztán utána lépésről lépésre ment tovább a gyereknevelésben is, hogy tovább tágította azokat a gyerekeket, akik mondom különleges sajátos nevelést igényelnek, és rendkívül nagy szeretettel, és egy nagyon jó közösséget kiépítve, aminek megint nagyon nem mindegy, hogy a vezető képes erre, egy nagyon jó közösséget kiépítve, itt tulajdonképpen egy olyan társaság van, aki mindenből kivette a részét, a kiköltözésekből, és a munka dandárja ahhoz, hogy itt szeptember 3-án elkezdjenek a gyerekek itt zsigelni, és rohangálni bent ezen a gyönyörű szép épületben. Ehhez az is kell, hogy még vissza is pakoljanak mindent, hogy újra ezek a foglalkoztató termek, ezek tényleg barátságosan várják őket. És akkor én borzasztóan szeretném látni, amikor elkezdenek csodálkozni, jaj, látod, biztos, előre hallom azt, hogy mekkora öröm lesz, és hogyha nekik öröm, akkor a szülőknek is nagy öröm, akkor ez öröm az önkormányzatnak, és hát nyilvánvalóan nagyon nagy öröm az önkormányzati képviselőnek, aki jelen esetben én vagyok az a szerencsés. A képviselő hozzátette, a városrész rohamos fejlődésével más intézmények is megújulnak a körzetben. Épületfelújítás részleges van. Ilyen van azért a Sarló utcai óvodában is, és van a Csemetében is, mert ott meg szeretnének, ami ugye önkormányzati óvoda, de, illetve bölcsőde, de az alapítvány csinálja, a Csemete alapítvány. Hát ott most szeretnék azt, hogy ki lehessen oda építeni egy konyhát, és egy olyan tálaló részt, amiben ott is az van, hogy a gyerekek részére, hogy olyan étel kiszolgálásban lehessen részük, ami tényleg kultúrált és megfelelő minőség. Na most ahhoz járul hozzá az önkormányzat, a tervezéséhez, mert az maga majdnem 30 millió forint, de a Sarló utcában is a felújítások mennek az óvodában. Az Árpád úti óvodában pedig éppen a fűtést korszerűsítik, de korábban problémát jelentett a beázás is. A szakemberek a nyáron ezt a hibát is elhárították. Ez pedig már a Tolnai utcai óvoda udvara. Itt, ahogy számos más intézményben megszépült az udvar, új játszóeszközök kerültek ki. A gyerekek legnagyobb örömére az Ovi egy műfüves focipályával is bővült, amit hamarosan birtokba is vehetnek a kicsik. Kocsis Orsolya, a beruházási iroda vezetője elmondta, a jelenleg folyó munkálatok összköltsége nagyjából 430 millió forintra tehető, melyek az önkormányzat finanszírozásából valósulnak meg. A Székesfehérvár megyei jogú város közgyűlése 2018-as évben döntött 12 darab intézménynek a felújításáról, önkormányzati tulajdonban lévő intézménynek a felújításáról, és ezek zajlanak most, illetve 5 darab óvoda udvari játszóeszközeinek a beszerzéséről, illetve az óvoda
játszótérnek a felújításáról. Nagyságrendileg a mostani beruházás az 430 millió forint körül van, ebbe benne vannak az intézményfelújítások és ugye az óvodai játszóeszközöknek a beszerzése is. Két óvoda esetében, a Püspökkertvárosi óvodában, illetve a Felsővárosi óvodában a tetőhéjalásnak a cseréje, a tetőfóliának a cseréje, a létszezésnek a cseréje zajlik most még. Négy darab intézmény esetében a külső nyílászároknak a cseréje történik, korszerű három réteg üvegezésű műanyag szerkezetekkel. Emellett kettő darab intézménynél van fűtéskorszerűsítés, és kettő darab intézménynél a villamoshálózatnak a korszerűsítése. Még amilyen nagyobb volumenű munka, az a szivárvány ovi, a Zombori úti tagovodája, ahol a külső csapadékvízelvezetést kell megoldanunk, mert az évek óta már probléma. Itt átemelők fognak épülni, és úgy lesz majd a csapadékvíz belevezetve a külső hálózatba. Illetve a Ne felejts utcai óvoda, ott a étellift csere történik, az a tegnapi nappal be is fejeződött, illetve kazáncserére lesz szükség, hogy ugye a fűtési szezonra már a megfelelő hőmérsékletet tudjuk biztosítani. Azok a munkák, ami igazából befolyásolja az óvodának a működését, azok a héten, illetve legkésőbb a jövő hét közepéig befejeződnek. Ez alatt értem az óvoda udvaroknak a felújítását, illetve a fűtéskorszerűsítést és az elektromos hálózatnak a felújítását. Az, ami még hátra van, azok a nyílászáró cserék, az ugye november, október és november végére tervezzük annak a befejezését. Ezek ugye mindig csoportszobánként történnek, tehát a működésben nem okoznak fennakadást, mert egy nap alatt egy csoportszobának a nyílászárójának a cseréje megtörténhet, tehát itt szakaszosan az intézményvezetővel egyeztetve történik ennek az ütemezése. Mindezeket a rekonstrukciós munkákat minden esetben hosszas előkészületi munkák előzik meg. A közgyűlés meghozza a döntést, a költségvetésbe belekerülnek ezek a tételek, és akkor a szakirodák előkészítik a műszaki dokumentációt, ami alapján a közbeszerzési eljárás kiírható, és a közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra a nyertes kivitelező, ezt követően történik meg a szerződéseknek a megkötése, és elkezdődik a kivitelezés. A szakirodák biztosítják az önkormányzat részéről a műszaki ellenőrt, aki minden egyes munkafázisnál ott van, és ellenőrzi, hogy megfelelő minőségben történik-e a kivitelezés, és a kivitelezés, amikor befejeződik, akkor megtörténik az átadás, átvétel, és a munkaterületet az önkormányzat visszaveszi a kivitelezőtől. Városszerte összesen 9 óvoda rekonstrukciója zajlik jelenleg. Emellett a 7-es számú bölcsödében a tetőszerkezet PVC lemez szigetelést kap, de nyílászárókat is cseréltek a szakemberek, és az udvari mosdók is megújulnak. A felújított intézmények hamarosan szebb és jobb környezetet biztosítanak a város gyermekeinek. Megújult környezet fogadja a felsővárosi óvisokat szeptembertől. A képes program keretében új udvarral gazdagodott az intézmény, önkormányzati finanszírozásból pedig a tetőszerkezetet is átalakították a nyár folyamán. Új játszóeszközök, rekordtán talaj, feltöltött homokozó, de megszépült babaház is várja az óvoda apróságait jövő héttől. A képes programnak köszönhetően 20 millió forintból újult meg az intézmény udvara. Szükséges volt a tetőszerkezetnek a megújítása. Nekünk a padlás nagyon sokat jelent, hiszen nagyon sok mindent föl tudunk oda pakolni és ott tudunk tárolni. Az udvarnak a felújítása pedig így most már lehetőség nyílt arra, hogy minden eszköz, ami a gyerekeknek a rendelkezésére áll, EU-s szabvány szerinti és az EU-nak megfelelő lett. Tehát minden balesetveszélyt kiküszöböltünk, nagyon örülünk annak, hogy ilyen gyönyörű rekordtámpályánk lett, illetve mászókánk, libikókánk, hintaállványunk, ami alatt szabványos gumiszőnyeg van, és ez a gyerekeknek nagyon sokat jelent. A szülők örömére egy másik régi igény is megvalósult az intézményben. A 130 éves épület tetőszerkezetének megújítására is nagy szükség volt már, ami 48 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.
idén is a Felsővárosi óvodában beruházások történtek, szám szerint 2. Az egyik talán a lurkók, a gyermekek szempontjából fontos, megújult a Felsővárosi óvoda udvara a képes program segítségével közel 20 millió forintos keret összegében. Itt majd birtokukba vehetik a sok-sok felújított teret, játékot és különböző rekordtánajzatokat, ahol a rossz idő vagy jó idő esetén is kiválóan tudnak majd játszani. A felnőttek szempontjából, szemszögéből, ha megvizsgáljuk a másik beruházást, az a tető felújítása, amely egy 48 millió forintos keret, ez a város intézményi felújítás során olvasható a városi költségvetésben, és itt tulajdonképpen az egész tetőszerkezet megújult, kivéve a gerendák tekintetében, minden más a tetőrésztől kezdve a régi paláig lekerült, és teljesen új tetőszerkezet lett feltéve, illetve hát cserép az, ami most már tulajdonképpen fedi a Felsővárosi óvoda tetejét. Gyönyörű, én azt gondolom, hogy az elmúlt években megújult az óvoda középső része, fal szerkezete, most nagyon szépen harmonizál az OVI, a közel 130 éves óvoda mindenkinek nagy megelégedésére szolgál. Milyen tervek vannak még a jövőben? Igen, sosem elég, és azt gondolom, hogy most vagyunk egy olyan hurrá hangulatban, amikor én azt gondolom, hogy örülni kell. Egy pillanatra meg kell állni, de számot kell vetni azzal, hogy még vannak az épület irányában még mindig emberi restanciák, és valóban majd a következő években tervezésre kerül az a kialakítás, ami a pincét illeti. A pince nagyon rossz állapotban van, vizesedik, illetve itt a szennyvíz csatornával is gondok vannak. Erre mindenképpen sort kell keríteni, ezt mindenképpen fel kell majd újítani, de azt gondolom, hogy egy-két évet talán még kibír, de utána, ha ez a felújítás is megtörténik, akkor az óvoda teljes gyönyörűségében, szépségében fog tündökölni, és újabb 130 év gyermekét és generációit tudja fogadni. Bár az elmúlt években jelentős fejlesztéseken ment keresztül az intézmény, a rekonstrukció nem áll meg. A tervek szerint a jövőben a rossz állapotú pince és a szennyvíz csatorna megújítása is sorra kerül. Nem lesznek nagy változások a 2018-2019-es tanévben, folytatódnak az elmúlt időszak fejlesztései, programjai, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa a Székesfehérváron rendezett évnyitó konferencián. A rendezvényen a megye iskoláinak igazgatói vettek részt. Nagyon sok olyan dolgot fogok tudni mondani, amelyet folytatni tudunk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa ismertette az iskolák vezetőivel a köznevelési rendszer fejlesztéseit. Sipos Imre elmondta, az új tanévben nem várhatók jelentős változások, de a korábban elkezdett programok folytatódnak. Lesznek témahetek az iskolákban, tovább megy a hangszercsere program, és a fejlesztések is folyamatosak. A témahetek ebben a tanévben is megrendezésre kerülnek, újra lesz pénzhét, újra lesz fenntarthatósági témahét, újra lesz digitális témahét. Folytatódik, és hál' Isten egyre népszerűbb a határtanuló program. Erre a 2019. évben is 5,5 milliárd forint biztosított a költségvetésben. Folytatódik a hangszercsere program, erre is biztosította a 19. évi költségvetésben a forrás, és folytatódnak a különböző infrastruktúrális beruházások is az iskolákban. Ezek egy részét az EFOP pályázatok biztosítják, mind az állami, mind a nem állami fenntartású intézményeknek. A Modern Városok program keretében is nagyon sok városban van tervezve iskolafejlesztés, közlemelési intézmény felújítás. Ez több mint 45 milliárd forint, és ezen kívül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program is folytatódik, amelyben tantermek, tornatermek, tanúszodák újulnak meg. Ezek lesznek azok a legfőbb fejlesztések, amelyek a tanév során az iskolákat érintik. Természetesen mellette az EFOP pályázatban a különböző szakmai programok, pedagógus továbbképzések, a digitális oktatási stratégia fejlesztései, az ahhoz kapcsolódó pedagógus digitális kompetenciák fejlesztése zajlik majd. És hát ami azért az iskolákban és inkább az iskolán kívüli folyamatként is értelmezhető, ez a várhatóan majd a Nemzeti Alaptantervnek a társadalmi vitája, amelyre a tanév során, illetve hát még az ígéretek szerint az ősszel sor kerül.
2019-ben új nemzeti alaptanterv szerint tanulnak majd a diákok. Ennek szakmai vitája már a mostani tanévben elkezdődik. A nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára azért van szükség, mert ezt a köznevelési törvény előírja, és lejárt az az idő. Másrészt, hát nyilván minden egyes tartalmi szabályozást az élet úgy hozza, hogy számos olyan új ismeret, információ van, amit meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a tanterembe, a gyerekekhez bevinni, az oktatásba bevinni. Egyébként egy picit például a témahetek is ilyen üzenetet hordoznak, hisz ott a pénzügyi tudatosságra, a digitális ismeretekre, a gyermekvédelemre, már a digitalizáció területén is, vagy akár a fenntarthatóságra utalnak, és hát ezen kívül még nagyon sok olyan kérdést említhetnénk, amelyeknek a létét, a mit tanítsunk és hogyan kérdését, azt nap mint nap fel kell vetni, és hát nyilván azért az iskola világa az egy elég széles körű, mindenkit érint az országban, nem csak a pedagógusokat, hanem minden családot, minden szakembert, tehát azért azt nyilván érdemes megvitatni, megvizsgálni, hogy mit és hogy tanítsunk. Visszatérve egy kicsit a fejlesztésekre, Székesfehérvárt mennyiben érinthetik ezek a fejlesztések, amelyek az iskolákat érintik? A Modern Városok Program fejlesztése Székesfehérvárt érinti. Ismert tény, polgármester úr is már több sajtótájékoztatót tartott róla. A kampusz fejlesztése zajlik, a makett bemutatása megtörtént, és ezen kívül nyilván az EFOP-os pályázatok is érintik az intézményeket infrastruktúrálisan. Ezen kívül pedig hát azok a pályázati lehetőségek, amelyekre a tartók intézmények pályázhatnak, amelyek szakmai fejlesztések, az minden iskola számára nyitott. A konferencia résztvevőit a város polgármestere köszöntötte. Cserpalkovics András köszöntőjében kiemelte, bár nem az önkormányzat az intézmények fenntartója, az oktatás kérdését mégis kiemelten kezelik. Az új tanévre készítette fel a szülőket a Család és Karrier pont rendezvény. A szakemberek abban adtak tanácsot, hogy hogyan kell lezárni a nyarat, és mit tegyünk, ha a kisov is fél a kis csoporttól, illetve a kisiskolás az új első osztálytól. Az óvodakezdés és az iskolakezdés volt a témája a Székesfehérvári Család és Karrierpont első szülők klubjának. Az iroda egy hónap múlva nyílik meg a piac téren, de már a nyitásig is szeretett volna segítséget nyújtani a lakosságnak. Augusztus 31-én, illetve szeptember 1-én megindulnak az első tanévnyitók, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az első szülők klubjának a legmegfelelőbb téma akkor az iskolakezdés, óvodakezdés lesz, hogy hogyan tudjuk a szülőket segíteni abban a folyamatban, ami most rájuk vár az elkövetkezendő napokban, mert ez most így mindenkinek megterhelő, ezt mindannyian érezzük. Milyen témákban kaphat felvilágosítást az a szülő, aki ma eljön erre az előadásra? Két előadót hívtunk a mai napon. Az egyikőjük abban segíti a szülőket, hogy hogyan tudják lelkileg megtámogatni azokat a gyermekeket, akik előtt most ezek a nehéz napok vannak. Segít abban, hogy hogyan borul meg az a családi dinamika, ami most beállt a nyári szünetben, hogyan tudjuk őket lelkiekben támogatni, hogyan ösztönözhetjük arra őket, hogy nem olyan rossz az, hogy elkezdődik az iskola, és hogy mik azok a kihívások, amikkel szembenézhetnek, és szülőként milyen válaszokat adhatnak erre. A másik kollégám, Papp Bálint, a Székesfehérvár megyei Jugóváros önkormányzatától érkezik. Ő abban segíti a szülőket, hogy mik azok a támogatások, amiket most a tanévek kezdés alkalmával, illetve során tudnak majd a szülők igénybe venni ahhoz, hogy megkönnyítsék ezt a egyébként anyagilag jelentős időszakot. Nem ehhez az estéhez kapcsolódik, de a szülőklubja sorozathoz igen, hogy mik vannak még terve, milyen következő eladások, lehet-e már ezt tudni? Mindig igyekszünk az aktualitásoknak megfelelő programokat kínálni a szülőknek, illetve a gyermekeknek, a családoknak. Legyen az az elhelyezkedésükkel kapcsolatos, legyen az aktuális ünnepekkel, aktuális társadalmi helyzetekkel kapcsolatos téma. Bízom benne, hogy a mai nap ez egy jó hagyományteremtő alkalom lesz, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy elinduljon egy párbeszéd, egy interakció a szülőkkel, a helyi lakosokkal, hogy megtudjuk azt, hogy a helyi családoknak mire van igényük, mik azok a
témák, amikben a segítségünkre szorulnak, mik azok, amikkel mi tudjuk szolgálni azt a tendenciát, ami az ő családi életük, a munkahelyük, a magánéletük összehangolásában segítséget tud nyújtani. A klubfoglalkozás egy lehetőség volt a szülőknek arra, hogy az óvoda, iskola előtt szakemberrel beszéljék meg, mi a legjobb nekik és a gyermekeknek. Választ kaphattak arra, hogyan tudják lezárni a nyarat, a ciklust, és mit tegyenek, ha az óvis szorong, mert hosszú volt a nyár, és nem tudja, hogyan tud majd beilleszkedni a csoportban. A klubfoglalkozás keretében most nagyjából azt próbáljuk átbeszélni, hogy hát vége lett a nyárnak, és hogy egyrészt hogyan tudjuk a nyarat lezárni, tehát hogy kezdődik egy új ciklus, hogyan tudunk elköszönni a nyártól, illetve hogyan tudjuk most a munkát felvenni, tehát a kis óvisnak, kis iskolásnak ugye a munkája most az, hogy ő elmegy az óviba, elmegy az iskolába, és hogy hogyan tudjuk ugye őt ebben segíteni. Nyilván óvis is szorong egy kicsit azért, mert hogy ő neki most esetleg már hosszú volt a nyár, hiányoznak a pajtások, hogyan tud újra beilleszkedni, sok volt az élmény, és most még szeretne egy kicsit játszani, otthon lenni. Illetve az iskolásokra ugye nagy feladatok várnak, tehát főleg egy kis elsősnek nagyon nagy váltás következik az életében, mert egy teljesen más helyzetbe fog csöppenni, más elvárások lesznek, újak a pajtások, újak a tanítónénik, tehát a szülőnek általában az a kérdése, hogy ezt hogy tudja ő segíteni. Ezt szeretnénk egy kicsit a klubfoglalkozás keretében átbeszélni, hogy azért vannak erre módszerek, tehát egyrészt a nyártól elköszönünk, tehát hogy bizonyos feladatokkal, technikákkal el tudunk köszönni, a gyerekekkel át tudjuk beszélni például azt, hogy mi történt a nyáron, tehát hogy előveszük mondjuk családilag a fényképeket, átnézzük, hogy hol voltunk, mit csináltunk ott, mi történt, tehát hogyha mondjuk nem volt egy nagy nyaralás, de volt a mamánál itt is, ott is, akkor arról is lehet beszélgetni, hogy milyen volt a mamánál, tudom én, a kutyussal mi történt éppen, vagy a cicával, tehát hogy azokat az emlékeket, amik a nyáron történtek, a legjobbakat összegezni, összefoglalni, és egyfajta zárást csinálni a nyárból, illetve fölkészülni lélekben úgy az iskolára, hogy már egy kicsit visszaállni, tehát a lefekvéssel, a szabályokkal, a felkeléssel, tehát hogy már szoktatni ugye magunkat ahhoz, hogy a jövő héten már nem ez az időszámítás lesz, mint ami eddig. Egy picit ugye akkor átlapozgatni már a tavalyi könyveket, füzeteket, tehát hogy nem is a tanulás, tehát nem az, hogy most akkor már gyakoroljunk, de hogy mi történt tavaly, tehát hogy milyen füzetek voltak, mi az, amit nagyon szeretett, jól sikerült, jó, könnyen ment, mi az, amivel majd egy picit jobban többet kell foglalkozni. Aztán hát az elsősöknél ugye inkább ott a kérdés, hogy nekik minél több információt adni, tehát a szülő úgy tudja ugye a gyerkőcöt segíteni, hogy amire csak lehet, arra már mond neki valamilyen információt, tehát tanítónéniről, hogy például hogy hívják a tanítónénit. Nyilván az egy személyesebb dolog akkor, aztán, hogy elmenni az iskola fele, megnézni, hogy hova fog járni, milyen az udvar, vagy lesznek olyan ismerős gyerekek, akivel ő találkozni fog, vagy óviba együtt jártak, és akkor megy közösen egy barátjával. Tehát, hogy megbeszélni azokat a dolgokat, amire már ő számíthat, és tudja, hogy akkor mi fog őt fogadni. Tehát például az, hogy az évnyitó mit jelent, az egy elsős gyereknek azért még semmit nem mond. Tehát, hogy őt úgy tudjuk abba segíteni, hogy ne lepődjön meg, hogy őt mi fogadja évnyitón, mi fogadja első nap, hogy akkor elmondjuk, felveszi a kis ünneplőjét, kis esetleg fehér blúz, szoknya, stb. Megpróbáljuk. És akkor őt neki mindent ugye megpróbálunk egy kicsit elmagyarázni és ebbe segíteni. Tehát, hogy minél kisebb legyen ugye a szorongása azáltal, hogy már tudja, hogy mi fogja őt fogadni. A gyermekterapeuta szerint az első osztályba készülő gyermeknél segítség, ha információkat adunk, mi vár rá az iskolában. Elmehetünk az intézmény felé, milyen most az udvar, és jó beszélgetni a tanítónéniről, az évnyitóról, az első napokról. A szülők klubjában a családokat érintő, igénybe vehető támogatásokról, segélyekről is tájékozódhattak az érdeklődők. Egyre több gyermek küzd idegrendszeri megbetegedéssel. A Kerek Világház Alapítvány terápiás szakemberei sokat segíthetnek az ezzel a problémával küzdő gyermekeknek.
A civil központban tartotta meg évkezdő szülői értekezletét a Kerekvilágház. Az alapítvány alapozó jellegű mozgásterápiát végez az idegrendszer éretlenségének fejlesztésére. A Kerekvilágház megalapításának célja az volt, hogy a segítségre szoruló gyermekek és családjuk számára elérhetővé tegyék az idegrendszert fejlesztő terápiákat. Az alapítvány nagyon sokat tesz azért, hogy a bajba jutott, illetve azok a családok és gyermekek igénybe vehessék ezt a terápiát. Jó úton járnak, ez tény, ugyanakkor nagyon fontos, hogy esztendőről esztendőre elindítják ezt a folyamatot. Kénytelenek vagyunk minden évben újraindítani a folyamatot, már csak azért is, mert bizonyos tanítványaink, hál' Istennek, olyan állapotba kerülnek, hogy elengedhetjük a kezüket, és ez nagyon-nagyon öröm mindenkinek, szülőnek, nekünk, terapeutának, mindenkinek. És helyükre újak jönnek. Ugye a kapacitásunk az véges, ezért a fluktuáció miatt újabb és újabb szülőkkel és gyerekekkel kell, hogy megismerkedjünk és dolgozunk együtt. Tekintve, hogy évek óta egyre több szülő kér segítséget gyermeke számára, és a kapacitás végessége miatt szükségessé vált, hogy a központjukban új termeket alakítsanak ki, illetve több terapeutát képezzenek és vonjanak be a fejlesztésekbe. Fekete Cseri Szilárd úgy fogalmazott, az alapítvány támogatásával a gyermekek lehetőséget kapnak képességeik maximális kiteljesedésére és a lehető legönállóbb életre. Nagyon nehéz feladatunk van, mert nagyon kevés támogatót találunk, és most, amivel a legjobban küzdünk, hogy nagyon kevés kollégát találunk, úgyhogy nehezen tudunk fönnmaradni, bár már jobb lett a helyzet, mert találtunk két olyan pedagógust, akik meg tudják tanulni jól ezt a szakmát, és fogunk tudni velük együttműködni. Rengeteg a gyerek nálunk, és évről évre többen vannak, úgyhogy kellenek az új alkalmazottak. Ez most talán a legnehezebb. A másik nagy kérdés az a hely, a helyszín. Most egyelőre saját épületben, félig meddig bérelve, leasingelve próbálunk meg fönnmaradni, hát az se egyszerű, de a jövőben nézünk. Muszáj lesz majd építenünk új terápiás termeket, egy új kiszolgáló helységet, fel kell az egészet bővítenünk, hogy be tudja fogadni az egyre növekvő keresletet. Az alapítvány a hozzájuk forduló családokkal hosszú távú együttműködést tervez, hiszen a legtöbb esetben nem csak a gyermek igényel segítséget, hanem a szülők is, akik a kialakult általuk megoldhatatlannak tűnő nehéz helyzetekben máshol nem találnak megoldást. Kedves nézőink, ez volt mára a Köztér. Én remélem, hogy tudtunk hasznos és érdekes információkkal szolgálni a nyári szünet utolsó hétvégéje előtt. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!